És ezt a héjat, hogyha nem lenne úgy előkészítve, hogy így nincs bevágva, akkor ezt egy ólóval vagy kés segítségével lehet így bevágni. Apró és könnyen elsajátítható főzési praktikákra tanítja Vörös Krisztián, egy szexádi séf, a zombai házi asszonyokat. Zombán több jól működő szakkör is tevékenykedik egyszerre más-más szakirányba, hogy minden lakos megtalálja a számára legideálisabb kikapcsolódási és tanulási lehetőséget. Talán a háziasszonyok kedvence a főzőcske szakkör. Itt sok olyan új receptet tanulnak a konyha szerelmesei, amelyek elkészítése nem bonyolult, alapanyagai megfizethetők, és a reformkonyha olyan ételkülönlegességei, amelyek magukban hordozzák a magyaros konyha hagyományait is. Így találva meg az arany középutat, hogy a lehető legtöbb igényt kielégítse az elkészült fogás. Én nagyon szeretek főzni a családomnak is, azért is jöttem el a szakkörbe, hogy újabbakat tanuljak, és ilyen új reformkori recepteket adnak, ami nekem is még tanulás. A gyerekeim azok mindig azt mondják, hogy a régit, amit én szoktam, azt főzzek, de én úgy maguknak szeretnék más kaját, ami most már rekordkonyha, azt lehet mondani, én nem ehetek zsíros ételt, és most itt olyan sok minden. Tanulunk olyan, amiből ki lehet zsírt hagyni, az újfajta fűszerekkel, kácsolásokkal, amit csinálnak. Én eddig ilyet nem nagyon csináltam otthon, de most már igen. Majdnem minden nap főzők, ketten vagyunk a párommal, amikor maradék van, azt próbálom újra hasznosítani, mert itt olyat is tanulunk, vagyis csinálunk, hogy egymásnak is adjuk a recepteket, hogy a maradék ételből még miért lehet kihozni. És ez egy-egy ötlet, amit otthon talán eszembe se jutna, már soha nem dobok ki semmit, minden maradék elfogyasztásra kerül, de itt találunk olyan receptet, ami újra hasznosítható. Akkor maradék kifőtt tésztánk van, és akkor bármivel be tudjuk ízesíteni még, betegyük a sütőbe, átsütjük, és kész a rakott tésztánk. A szakkör tagjai elhívták Vörös Krisztián szexárdi séfet, aki tanulmányait Szexárdon végezte, majd a németországi Fekete Erdő egyik éttermében dolgozott és tanult. Ezt követően ismét visszatért Szexárdra, és azóta több étteremben is sikeres konyhát vitt. Kaptam egy meghívást ide a faluba, hogy Zomára eljöjjek egy kicsit, és a gasztronómiai ízvilágokat egy picit bemutassam, és felkeltsem az érdeklődést itt a falusi háziasszonyoknak is. Készültem egy-két különleges dologgal, ami azt mondom, hogy itt a karácsony tájékán is lehet, hogy otthon is az asztalra tud kerülni. Abszolút ugye olyannal készültem, amit otthon is bárki bármikor meg tud csinálni, el tud készíteni, és nem az van, hogy valami extra dolog kellene hozzá. Nem, abszolút módon azt mondom, hogy tényleg minden boltba akár be lehet vásárolni ezeket az alapanyagokat. Fogunk csinálni egy előételt, egy főételt, egy desszertet. Előételnek csinálunk egy garnilarákos mandarinos salátát, a főételnek lesz egy borskerges szűzpecsenye, plusz lesz egy gesztenyés és csirkemell, párolt zöldségekkel, kuszkusszal, és desszertnek pedig egy pohár krém lenne, ami egy vaníliás és egy magyarokrémes pohárkrém lenne. Itt az egyszerűségre is rátéve a hangsúlyt, hogy minél egyszerűbben meg tudják ezt otthon ők is csinálni, el tudják készíteni, és nem utolsó szempont pedig az, hogy ne legyen drága, hogy azért manapság minden alapanyag már nem olcsó, és ennek tudatában azért, hogy az ünnepi asztalra is akár bőségesen is lejusson belőle, de ne is kerüljön azért sokba. Nem akarjuk nyilván az ősi reformokat átreformálni, az ősi szokásokat, vagy akár az itteni gasztronómiát teljes mértékben átreformálni, csak egy kicsi érdekességet belevinni a mindennapi hétköznapokba. A séfnek már ismerős Zomba és ízvilága, mivel részt vett több falunapon és zsűrizett a Kolbásztörtő Fesztiválon is. Elmondása alapján a konyha után egy teljesen más közegbe kerül ő maga is, amihez alkalmazkodik és arra törekszik, hogy fenntartsa az érdeklődést és hatékonyan átadja a háromfogásos menü elkészítését. Más közegbe kerül az ember, más embereket lát, és amikor a kérdő tekintetek ugye folyamatosan nézik, hogy mi készül, az teljesen más. Ugye felvázolom, hogy mi fog történni, mi lesz a menü, és hogy ki mire számítson nyilván a tányéron, és akkor ennek tudatában, hogyha nyilván kérdés merül fel, akkor azon válaszolok szívesen.
A menü elkészítésébe is csatlakoztak a helyi háziasszonyok, akik nem fértek be a konyhába, azok kívülről követték figyelmesen az elkészítés folyamatait, és ismerkedtek érdekes hozzávalókkal, mint például a garnélarákkal.